Magyarországon bevált gabonafélék honosításával kísérleteznek az udvarhelyszéki Nyikómalom falván. A hozam nagyságának vizsgálata még hátra van, de az előjelek azt mutatják, a kezdeményezők jó úton járnak. A kezdeményezés célja, hogy ellenálló és jó alkalmazkodó képességű kalászosokat nemesítsenek, amelyek megélhetést is biztosítanak a gazdáknak. A karcagi, jóhozammal bíró és alkalmazkodó búza, árpa, tritikálé, illetve takarmányborsó ültetvények találhatók Nyikómalom falván. A gyulafehérvári Caritas és a Debreceni Egyetem karcagi kutatóintézetének közös kezdeményezése tavaly indult, ősszel vetettek Magyarországról nemesítés céljából hozott gabonát. Sinka Arnold, a gyulafehérvári Caritas munkatársa, a projekt koordinátora azt mondja, az elvetett gabonákat csupán egyetlen alkalommal permetezték gyomírtóval. A céljuk ugyanis az volt, hogy a növények minél természetesebb módon fejlődjenek. Egyértelmű, hogy a hozam is magasabb, ellenállóbbak, akár a betegségekre, és mivel többféle van, tehát lehet választani, a gazda kiválaszthatja azt, hogy a talajnak megfelelően melyik az a fajta, amelyik éppen oda megfelelő. A kísérlet eredménye jól látszik már Nyikómalom falván, sőt, annak ellenére, hogy a nem megfelelő időjárás miatt csak későn lehetett elvetni a magyarországi magvakat, a termés jónak mutatkozik. Szintén pozitívumként említhető, hogy semmilyen növényvédő szert nem használtak. Ha beválik a kísérlet, idén még nagyobb területet vetnek majd be a karcagi takarmánnyal.